Nem is tudom, hogy melyik irányból kezdjük el boncolgatni a kérdést, mert indulhatunk onnan, hogy egyénileg, hogyha segítünk, akkor mi az elég, és mit tehetünk, és aztán a másik irányból is jöhetünk, hogy mire elég az, hogyha teszünk valamit, akár személyként, akár mondjuk társaságként, akár egy segélyszervezetként, de akkor szerintem menjünk a kicsitől a nagyobb fele. Hát amikor az embert megkérdezik, hogy hol dolgozik, és azt mondja, hogy egy segélyszervezetnél, akkor szerintem a top 10-ben benne van az, hogy hú, és akkor ti hogy is segítetek, és az mire elég egyébként, és hogy amikor én adok nektek 1000 forintot, akkor abból mit tudtok csinálni, és mi lesz azzal az 1000 forinttal, és elég-e az, és lehet-e túl keveset, és lehet-e túl sokat segíteni. Szóval a segítség az mindenképpen egyébként egy ilyen, felvet egyfajta mennyiségi kérdést, hogy kicsi segítség, nagy segítség, kevés segítség, elég segítség. És én azt gondolom, hogy jó helyen is vagyunk, hogyha erről elkezdünk, vagy innen közelítjük meg a dolgot, hiszen igenis nem csak egyféle segítség van, és nem igaz az, hogy minden segítség jó, és nem igaz az sem, hogy minden segítség elegendő. Akkor, amikor egy segélyszervezetként mi kapcsolatba kerülünk egy rászorulóval, akkor talán a legizgalmasabb kérdés az az, hogy mi mit tudunk tenni. Hogy az, amit mi tudunk nyújtani, az ő számára, az ő életében az milyen változást tud hozni, és valamiféle célt kell meghatároznunk, mert az nem lehet cél minden esetben, hogy mi mindent rendbe fogunk hozni. Egy hajléktalan, amikor eljön egy ételosztásra, akkor mi tisztában vagyunk azzal, hogy az az egy tál meleg étele, mi most nem fogjuk megoldani az ő életét. Akkor és ott, ami szerepünk, az arra elegendő, hogy ő ne legyen éhes már azon a napon, vagy azon a délutánon. Akkor, amikor egy családok átmenet otthonába bejön egy család, és leülünk vele beszélgetni, akkor viszont már tudunk csinálni egy éves vagy másfél éves tervet arra, hogy a mi segítségünk az arra lesz elegendő, hogy ő esélyt kapjon az újrakezdésre. Az egy másik kérdés, hogy ilyenkor azt is elmondjuk, hogy akkor lesz elegendő ehhez a mi segítségünk, hogyha ő maga is beletesz valamit, vagy legalább ugyanennyit. Tehát ez egy két oldalú dolog mindig, és a kettőnk közös munkájának az eredményeként lett valamire elég a végén a segítség. Szerintem minden fiatal életében, vagy fiatal felnőtt életében eljön az a pont, amikor szeretne segíteni. Úgy kinyílik a világ, és kinyílik egy kicsit a lelkünk, és akkor hirtelen elkezdünk aggódni az állatokért, a klímakatasztrófa miatt, a rászorulókért, szeretnék segíteni a gyerekeken, de az időseken is, és egyszer csak a bőség zavarába oda kerülünk, és tulajdonképpen szerintem ennek legtöbbször az a vége, hogy nem is hatható segítséggel próbálunk segíteni, vagy nem segítünk egyáltalán. Igen, azt gondolom, hogy annak az idejét éljük, amikor nagyon-nagyon sok impulzus ér minket ilyen tekintetben is, tehát nagyon sokan kérnek tőlünk, és nagyon sok olyan cél van, ami mellé oda lehet állni, és ilyenkor nagyon jó megint a kérdés, hogy mire vagyok én elég, én, mint Gáncs Kristóf, te, mint Rátonyi Kriszta vagy akárki, aki ezt a beszélgetést nézi, hogy mit tudok én egy emberként tenni. Nagyon nagy a kísértés arra, hogy nagy globális dolgokhoz csatlakozzunk, és pláne amikor ez a csatlakozás ez nem több, mint egy hashtag, vagy egy like, vagy egy valamilyen online közösséghez való csatlakozás, miközben sokszor a bennünket körülvevő közvetlen problémákat nem veszük észre, vagy ott már nehezebb egy picit ahhoz, mert talán nem elég a mi lelkesedésünk, hogy ezekhez a problémákhoz is kapcsolódjunk. Tehát ebben mindig van egy diszonancia szerintem, amikor egyrészt elégnek érezzük magunkat ahhoz, hogy nagy dolgokba belevágjunk, miközben meg talán kisebb kérdésekhez meg úgy érezzük, hogy ahhoz nincsen közünk. Tehát jó lenne talán ebben ezen egy picit elgondolkoznunk sokunknak, hogy vajon nem onnan lehetne indítani inkább a mi szerepelésünket, vagy a közvetlenül a szomszéddal, ami van, vagy a rám bízottakkal, vagy az engem körülvevő emberekkel, mert ebből aztán utána a lokális dolgokból tudnak globális dolgok is kinőni, ez picit ilyen közhelyszerű, de azt gondolom, hogy például egy segélyszervezetnek az élet ez nagyon is erről szól, hogy ott konkrét helyben, konkrét problémákkal, konkrét emberekkel dolgozni, és nem úgy általában küzdeni a szegénység ellen, hanem konkrét rászorulók esetében, és akkor érezhetjük azt, hogy igen, mi most erre vagyunk elegendőek, és ezt meg kell tanulni, és segélyszervezetnek is meg kell tanulnia, hogy mi most erre vagyunk elegendőek. Minden segélyakció nálunk úgy kezdődik, hogy megtervezzük azt, hogy azok az erőforrások, amik rendelkezésünkre állnak, azok most erre lesznek elegendőek. Most például a koronavírus járvány helyzetben
nagyon fontos volt, ez elején leültünk, és azt mondtuk, hogy egy prioritási sorrendet kell felállítanunk, hogy a beérkező adományokat úgy fogjuk felhasználni, hogy először a saját intézményeinkben élőket, a ránk bízottakat fogjuk belőle támogatni, hiszen itt karanténba kerültek ugye átmeneti otthonok, az ő ellátásukat, itt fenn kellett tartani hajléktalan szállóknak a működését, fel kellett tartani biztos kezdett gyerekházaknak a működését, úgyhogy azok be voltak zárva, és a gyerekeknek, a családoknak vittük ki a segítséget. Ez volt az elsődleges prioritás, és akkor azt tudtuk mondani, hogy ha erre elegendő a segítség, és ennél még több is érkezik, akkor tudunk segíteni következő lépésben mondjuk olyan partnerintézményeknek, vagy alapítóegyházaknak az idősek otthonait, vagy bármilyen szociális intézményét, és hogyha azt láttuk, hogy ott is meg tudtunk segíteni, akkor jöttek még a külső segélykérők, mert hogy naponta több száz plusz kérés érkezett, de hogy abban is akkor kellett van fel prioritási listát, tehát a segélyszervezetnél ez az elég, ez mindig úgy jön elő, hogy olyan tudunk valamiféle rangsor prioritási listát felállítani az erőforrások és a célok között. De ez egy nagyon kemény szakmai kérdés, tehát ezt én egyénként otthon a kanapén ülve nem tudom eldönteni. Ehhez egy nagyon komoly szakmai stáb kell. Hát ez olyannyira komoly szakmai kérdés, hogy azért nem véletlen, hogy nálunk mondjuk az országos segélyközpontban, ahová érkezik évente 30-40 ezer segélykérés, ott szociális szakemberek ülnek nekem, aki most már lassan 14 éve vagyok a segélyszervezetnél. Ez egy nagyon nagy tanulás volt az első perctől fogva, hogy hiába vagyok itt 10 éve, én nem vagyok szociális munkás, nem én leszek az, aki ezt megmondom, és ez nem pozíciófüggő, meg nem ki a hangosabb, nem attól függ, hanem hogy itt igenis olyan szempontok, olyan rendszert kell kidolgozni, ami alapján a lehető legigazságosabb, a lehető legkonzekvensebb tud lenni egy segélyszervezet, és ilyen tekintetben az ökumenikus segélyszervezetnek nagyon szilárdnak az alapelvei, ugye a konzervatív szociálpolitikai megközelítés az azt mondja, hogy a másiktól is elvárunk valamiféle bevonódást, hogy nem osztogatjuk a dolgokat, hanem megpróbálunk egyfajta együttműködést kialakítani a rászorulóval, és egy közös erőfeszítésből jutunk el A-ból B-be egyről a kettőre, és hogy nem arról szól a mi küldetésünk, hogy mindenkinek minden áron adjunk valamit, hanem hogy meg kell próbálni az erőforrásokat a lehető legokosabban koncentrálni abba az irányba, ahol tényleg látjuk utána az eredményét. Nagyon sok példát tudnék erre mondani. Mondjuk egy iskolakezdési segélyakciónál sem az a cél, hogy mondjuk 100 000 gyereknek adjunk egy ceruzát vagy tolltartót, hanem hogy válasszuk ki azokat a gyerekeket, akikkel akár egész évben tudunk dolgozni, és itt adunk egy lökést azzal, hogy tanszereket adunk, de a legtöbb gyerekre egyébként évközben is végig dolgozunk, és ha kétszer annyi pénzünk van, vagy háromszor annyi, akkor nem feltétlenül az a jó segítség, hogy akkor kétszer-háromszor annyi gyereket vonunk be, hanem hogy annak az X gyereknek kétszer-háromszor olyan mélységű segítséget tudunk adni, mert abból lesz a nap végén a valódi esély, a valódi felzárkózás. Hát és egy hosszú távú megoldás, mert hogy akkor induljunk el a legkisebb részétől, tehát hogy én mondjuk felhívom a 1353-at, és adományozok 250 forintot, ami lehet, hogy hozzácsatlakozik egy olyan folyamathoz, ahol ti éveken keresztül foglalkoztok gyerekekkel, családokkal, rászorulókkal? Igen, ugye nekünk, akik a kommunikációval foglalkozunk a szervezetnél, ez főleg egy nagyon gyakori kérdés és egy nagyon gyakori feladat, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mire elég az a 250 forint, hogy le tudjuk fordítani, mert egyébként le lehet fordítani, tehát el tudjuk azt mondani, hogy mondjuk ha 250 forint egy hívás a 1353-ra, akkor ha 40 hívás, az már mondjuk 10 000 forint, az már egy tanszercsomag, és mi van abban a tanszercsomagban, és még azt is tovább tudom bontani, és azt tudom mondani, hogy 4 hívás, az pedig már nem tudom én, színes ceruza készlet, vagy egy vállalat esetében, hogy mondjak nagyobb példát, amikor egy vállalattal dolgozunk együtt, ott is azt mondja a cég, hogy neki van egy évben 5 millió forintja arra, hogy együtt működjünk, akkor a következő feladat az nálunk van, a labda nálunk van, mit tudunk mi 5 millió forintból megoldani, mi az az eredmény, amit fel tudunk mutatni, mire elég az az 5 millió forint. És aztán mindig izgalmas, hogy a másik oldalon kinek mi a fontos, mert vannak cégek, akik azt szeretik, hogy van nagyon-nagyon látványos dolgot mondjuk, és akkor hány gyereket értünk el, és az a jó program, amiben 10 000-re, meg van a másik, aki rájön arra már, akár az évek folyamán velünk dolgozva, hogy nem biztos, hogy az a jó segítség, amikor nagy számokat produkálunk, hanem lehet, hogy sokkal értékesebb azt mondjuk, hogy itt 100 gyereket vontunk be a programba, viszont egész évben foglalkoztunk vele, és lehet, hogy az ő segítségre a nap végén többre volt elég, mint azért, aki mondjuk 10 000 gyereknek osztott ki egy plüssmacit. A segítségnyújtás, meg a segítségkérés, és aztán ennek az egésznek a megszervezése mindig
mindig egy lelkiismereti kérdés is. Nagyon sokan sétálunk aluljáróban, járunk autóval, pontosan tudjuk, hogy akár csak egy nap alatt hányan fordulnak oda hozzánk, vagy csak tartják ki a tenyerüket, hogy adjunk némi aprót, vagy bármilyen más jellegű segítséget kérnek. Hogyan kell ezt magunkban jól elrendezni? Tehát hogyan találjuk meg azt az utat, hogy segíteni szeretnénk, jól szeretnénk csinálni, de hogy akkor tényleg csináljuk jól? Ilyen szempontból is tök jó ez a mire elég kérdés, és hogy ezt is fel lehet nézni valamiféle kalkötőre. Ugye, hogy mire elég, egyrészt mire vagyok én elég, tehát ezt is így helyre kell tenni. Ugye beszéltem az elején arról, hogy most nagy globális dolgokhoz csatlakozom. Nyilván ez is lehet fontos, és fontos, hiszen vannak bizonyos globális kérdések, amiben mindenkinek azt gondolom, lépni kell ahhoz, tudom én, a klímaváltozás, ahol nem várhatjuk másoktól, hogy majd ők helyettünk megoldják. Ugyanakkor, amikor a saját életembe keresem azt, hogy az én erre szánt kereteim, kapacitásaim micsodák és mekkorák, akkor ott érdemes valamiféle egyensúlyt találni. Tehát, hogy azt kell megvizsgálni, és ez egyfajta tudatosság, vagy ha úgy tetszik, igényesség, hogy azt mondom, hogy nekem ennyi időm van önkénteskedni, és azt akkor az mire lesz elég, és nem belekapok mondjuk ötféle témába, hanem azt mondom, hogy nekem van egy hónapban ennyi órám, akkor megnézem, hogy az egyébként mire elég, hogy hol tudok ezzel valóban valamiféle különbséget elérni, valamiféle változást létrehozni azzal a havi 1-2 órával. És ez aztán változik, mert az embernek az élete változik, egyetemistaként lehet, hogy ez hetente több óra, lehet, hogy a kisgyerekkel van otthon, akkor ez 0 óra, de aztán lehet, hogy később megint lesz rá több ideje, aztán nyugdíjasként meg lehet, hogy azt mondja, hogy még többet tud vállalni. Nagyon tetszett ilyen szempontból, jó régen, mert 10 éve volt, hogy Dániában voltam egy tanulmányi úton, és láttam, hogy a dán segélyszervezetnél van egyfajta ilyen önkéntes piramis, ahol az önkéntesek be tudják magukat sorolni, hogy ők most éppen melyik részében vannak, és nem kell, hogy rosszul érezzék magukat attól, hogy ők most éppen a piramis melyik részében vannak, de hogy vannak olyan életszakaszok, amikor nagyon nagy része tud lenni az ő életének az önkéntesség, valamikor meg kisebb. Na ugyanez van az adományozással is, hogy lehet, hogy egyetemistaként még kevesebb pénzem van, és kevesebbet tudok adni, aztán amikor már dolgozom, akkor többet tudok adni, lehet, hogy később megint kevesebbet, de akkor meg tudok adni az időmből esetleg, szóval, hogy nagyon sok összetevős az, hogy amit tudok adni, az mire elég, az viszont fontos, hogy a saját kereteimmel tisztában legyek, mert az a legrosszabb a mi oldalunkról nézve, ha valaki úgy gondolja, hogy nagyon sokat tud bevonódni, és utána mégsem jön, mert kiderül, hogy jaj, túlvállalta magát, megígéri, de nem jön el, megígéri az adományt, de nem adja oda, nem fizeti be. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ebben megtaláljuk a saját kereteinket, saját határainkat. És amit pedig kérdeztél, hogy ugye a pirosnál megáll az ember és a hajléktalan kér, szerintem itt megint ez a jó kérdés, hogy mire elég. Tehát, hogy tisztában kell azzal lennem, hogy igen, hogyha ott kiadtam 100 forintot, ezzel nem oldottam meg semmit. De lehet, hogy épp abban az adott pillanatban azt érzem helyesnek, és azt érzem, hogy ezzel tudtam segíteni. Senkit nem akarok erről, nem is fogok lebeszélni, hogy ezt megtegye, de fontos, hogy tisztában legyünk egyrészt azzal, hogy itt leginkább ez rólunk szól, és lehet, hogy mi pipálunk ki valamit, és azt mondjuk, hogy mi a saját lelkiismeretünket nyugtatjuk, de lehet, hogy egyszer meg kéne állni az autóval, és beszélgetni 3 mondatot azzal az emberrel, és az többet jelentene. Tisztában kell lennünk azzal, hogy amikor a pénzt kinyújtjuk, azzal valamiféle fizikai szükségletet elégítünk ki, de hogyha hozzáteszünk már egy jó mondatot, hogyha egy picit kedvesek vagyunk, ha megkérdezzük, hogy hogy van, ha megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, és lehet, hogy egy telefonszám, lehet, hogy figyelmébe tudunk ajánlani egy szervezetet, vagy bármi mást, akkor azzal többet tudtunk tenni, és akkor az már többre volt elég. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféle segítség az lehet jó is, Csak fontos, hogy egy pici időt erre szálljunk, és legyen arra is elég időnk, hogy esetleg, ha már ott ülünk a piros lámpánál, akkor egy picit végig gondoljuk azt, hogy mi az, amit mi most éppen csinálunk, és ne egy reflex legyen, hogy kiadom az ablakon a pénzt. És akkor én már megnyugodtam, hogy ma már cselekedtem valami jót. Még mielőtt rátérnénk egy picit arra, hogy lehet ezt jól is, meg rosszul is csinálni, én évek óta vagyok a ti önkéntesetek, és amikor mesélek erről egy társaságban, és úgy látom valakin, hogy elgondolkodik rajta, hogy ő szeretne önkéntes lenni, akkor nagyon sokszor szokták mondani, hogy én biztos, hogy nem lennék erre alkalmas, nem tudnám azt csinálni, nem tudnék ételt osztani, nem tudnék ruhák között válogatni, biztos, hogy megijednék egy ilyen helyzettől. Van olyan, hogy valaki egy ideális önkéntes? Vagy hogy milyen a jó önkéntes? Vagy azért ezt a kategóriát, ez annyira széles, hogy nem lehet meghatározni? Mire elég? Ez megint, azt gondolom, megint ugyanoda térünk vissza, tehát, hogy mindenféle önkéntes
lehet jó önkéntes adott helyzetben. Tehát, hogy sokat tudna az önkéntes koordinátorunk arról beszélni, hogy mekkora kincset jelent egy olyan önkéntes, aki például tud cipelni, és elegendő ereje van ahhoz, hogy mondjuk egy sátrat felállítson, az ő ereje arra elég. És ugyanúgy nagyon értékes egy olyan önkéntes, mint például te, vagy a bárki, aki nálunk mondjuk kommunikációba kapcsolódik be, aki viszont aki el tud készíteni egy ilyen interjút, vagy ki tud állni emberek elé beszélni, vagy arca tud lenni egy akciónak. Tehát, hogy az ő képességei, az ő adottságai erre elegendőek. És lehet, hogy aztán van olyan, akinek ezek a prioritások akár változnak. Mondok egy jó példát, itt van Nagy Ervin barátunk, aki a koronavírus járvány kellős közepén azzal hívott engem fel, hogy ő fizikai munkát akar végezni. És sosem mertem volna őt erre megkérni normál esetben, hiszen egy filmsztárról nem az jut eszembe, hogy pakolni fog a raktárba. És mondta, hogy neki most úgy érzi, hogy erre van szüksége, és ezerszer volt már nálunk sztárként, és akcióarcaként, és gyerekprogramokon, és nem tudom én micsodán. Most viszont ő volt az, aki fogta a dobozokat és cipelte a Dóri kolléganőmmel, és vitték ki a 20 kilós élelmiszercsomagokat. Tehát, hogy éppen az adott élethelyzetben kinek mire elég az ideje. Neki most erre volt elég ideje. Valószínűleg most már nem lesz, de most volt erre elég ideje. Szóval azt gondolom, hogy megint arról szól a dolog, hogy egy kicsit szálljunk rá időt. Gondoljuk végig, hogy miben tudnánk mi jók lenni, és aztán az első lépést, hogyha valaki megteszi, akkor mi pedig eléggé felkészültek leszünk ahhoz, hogy egy párbeszéd induljon el, és fogunk tudni tanácsot adni abba, hogy mibe tud bekapcsolódni, és nem életfogytiglan kell ezt elképzelni, hogy ha most elvállalok valamit, azt mindig tennem kell, hiszen ahogy említettem, az embernek az élete az változik, és lehet, hogy amire most elég vagyok, arra később nem leszek elég, és amire most van elég időm, arra később nem lesz. De ha már valaki megvan egy közösségbe, akkor már nagyon jól lehet azt gondolom, hogy részek, a közösség részeként megtalálni a helyünket egy-egy segélyakcióban. Ha már ezt mondod, hogy az emberek élete változik, ugye most a koronavírus kapcsán nagyon felborult mindenkinek az élete. És amikor a karácsonyi kampány szokott menni, akkor mindig elmondjuk, hogy ilyenkor az emberek kicsit nyitottabb a szívünk, könnyebben adományozunk, többen adományozunk. Most a koronavírus kapcsán, hogy tulajdonképpen mindenkinek volt egy kis krízis helyzet, nyilván különböző szinteken. Milyen volt a reakció? Hogy reagáltak az emberek? Nem volt az a fajta elsőprő adományozási hullám, mint mondjuk egy árvíznél. Szerintem nagyon, nagyon más volt ez a helyzet egy árvíznél, vagy akár mondjuk ugye mindenki ismeri a vörösiszap katasztrófa történetet. Ugye volt két település, vagy egy árvíznél van egy kisebb régió, amelyik bajban van, és az ország többi része az összefog, és azt mondja, hogy mellé áll. És ez egy jó érzés is ennek a részének lenne, hogy mi együtt a bajba jutottak, hogy segítjük. Itt most a koronavírus járvány alatt mindenki azt érezte, vagy érezhette, hogy kicsit bajban van. És ugye megint a mire elég, hogy kinek mi az elég, hogy lehet, hogy valaki úgy érezte, hogy nagyon nagy bajban van, mert hogy ő neki elvesztett az állását, és kb. Máról holnapra nincs semmi bevétele, és tényleg komoly bajba került. Másnál ez nem fordult elő, de már attól úgy érezte, hogy nagy bajban van, hogy idén nem mehet el nyaralni, vagy volt egy befizetett útja, nem tudom én, Szicíliába, és most ettől érezte rosszul magát, hogy ezt nem tudta megtenni. Valakinek az új autójáról kellett lemondani, valakinek meg tényleg a napi kenyérről. Tehát, hogy nagyon, nagyon máshol van az igény szintje az embereknek, és ilyen értelemben szerintem más kép is reagáltak erre a helyzetre, hogy megmerték azt lépni, hogy ők segítsenek még másoknak, mert ha én úgy érzem, hogy én is bajba vagyok, hogy én nekem most nagyon nehéz, akkor valószínűleg később jut eszembe az, hogy segítsek, mint egy olyan helyzetben, amikor én vagyok a jó helyzetben, és a bajba jutottak felé kell kinyújtani a kezemet. Szóval nem volt azért elsőbb adományozási hullám, de azért nagyon sokan voltak, akik így is segítettek. Sokkal nehezebb volt azért ebbe a helyzetbe megtalálni, hogy mi is a jó segítség, tehát például önkénteseket nem is tudtunk nagyon fogadni néhány kivétellel, mert hogy a munkatársainkat is óvni kellett a fertőzéstől. Nehezebb volt látni ennek a végét, tehát nem arról volt szó, hogy most akkor van egy-két hét, amíg krízis van, és akkor álljunk oda, hanem benne volt a pakliba az, hogy most, amikor beszélgetünk, még mindig ott ülnénk a szobában. Tehát egy picit ez a bizonytalanság, azt gondolom, hogy megakasztotta azt, hogy egy ilyen klasszikus, óriási jótékonyság összefogás lehetett volna. Ami egy jó példa volt, az talán a vállalati oldal, tehát a vállalatoknál láttuk azt nagyon sok esetben, hogy ha nem is erre, de egyfajta ilyen viszmajorra ők fel vannak
vannak készülve, és van valamiféle viszmajor alap, és akkor ilyen krízis alapokból tudtak például segítséget nyújtani. Úgyhogy összességében azért egy nagyon komoly időszakon vagyunk túl, amikor sokat tudtunk segíteni, és komoly összefogást tapasztaltunk. Szerintem személyesen is, tehát hogy én csak a közvetlen környezetemben is azt éreztem, hogy mindenki nyitottabb volt egy picit talán a szomszédra és a családtagjaira. Záró gondolatként rögtön az elején azzal kezdted, hogy lehet túl segíteni is, meg lehet keveset is segíteni. Szerinted hogyan találjuk meg ezt a határt? Hol találjuk meg ezt a felelősségvállalást, hogy pont annyit segítsünk, amennyi nekünk is jó, de legfőképpen annak, aki rászorul? Először is azt kell megtalálni szerintem, hogy meddig vagyok én elegendő, mire elég az én segítségem, önkéntesként, adományozóként megtalálni ebben a határaimat, amiről beszéltünk. Utána pedig szerintem nagyon fontos, és akkor ennyiben, hogy legyek már így az ökumenikus segélyszervezet szóvivője most, hogy nagyon fontos az, hogy találjunk egy szervezet, aki mellé odaállunk, és akik tudják azt, hogy mennyit és hogyan érdemes segíteni. Mert azért bármelyik problémáról is beszélünk, ami most szóba került, itt hosszú távú hatásokról is beszélünk, és egy segélyszervezet az éppen attól több talán, mint egy impulzív magánsegítség, hogy mindig nézzük a hosszú távú hatásokat, nézzük azt, hogy például túlsegítés, mit jelent az, hogy túlsegítés, hogy lehet, hogy nem az a megfelelő, hogyha most mindent alá teszünk valakinek, aki nélkülöző, mert lehet, hogy az ellenkezőt érjük el, hogy elveszti a motivációját, hogy túl gyors a tempó neki, hogy még nincs arra felkészülve, hogy mondjuk most egy lakást tegyünk oda neki, és állást, és mindent, mert lehet, hogy mindenki még más problémákat kell rendezni, és sokkal inkább az a jó segítség, amikor lépésről lépésre tudunk együtt menni, akkor azt látjuk, hogy mi is beleteszünk valamennyit, a rászoruló is beletesz valamennyit, egy partnerként tudunk együtt dolgozni egy ügy érdekében, és aztán el lehet jutni hónapok, évek alatt akár oda, hogy van egy ember, aki nagyon-nagyon mélyen volt, aki kilátástalanságban volt, és eljut egy olyan önálló életre, amit mindenképpen célként tűzhetünk ki, de ehhez egy közös munkára van szükség, és ehhez kell például egy segélyszervezet, és ehhez kell nem csak a szív, hanem az agy is ebbe a történetbe, és ehhez kellenek a szociális munkások, meg azok a tapasztalatok, amik egy segélyszervezetnél megvannak, hogy hogyan lehet emberi életeket tényleg megváltoztatni, tényleg közös munkával, tényleg hosszú távon, és azt gondolom, hogy ehhez, hogyha rá tudok csatlakozni, akár csak a 250 forintommal, akár azzal, hogy jótékonysági futásba részt veszek, akár azzal, hogy felhívom mások figyelmét a Facebookon arra, hogy itt egy jó cél, akkor ez így már együtt elég lehet, és akkor együtt elegek lehetünk, de hogy ez egy közösség, és ebben a közösségben megvan ugyanúgy a te helyed, megmondom oda is, hogy a te helyed is. Köszönjük szépen!